Köszöntöm nézőinket, Önök a Tornatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Új közösségi ház Gyönkön 10 millió forintos állami támogatás segítette a beruházást. Utcafelújítás, 150 millió forintos projekt kezdődik el Pakson. 15 ezer euró támogatást Tolnának, a pénzből ingyenes wifi pontokat alakítanak ki. Újabb bandatagot fogtak el, kábítószerkereskedő hálózatot számoltak fel a rendőrök. 10 millió forinttal támogatta az állam a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának felújítását. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, a kormány számára fontos, hogy segítse a magyarországi nemzetiségeket abban, hogy ápolni tudják hagyományaikat. Augusztus 1-én ünnepélyes keretek között adták át a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület új közösségi házát. Az egyesület elnöke szerint szükség volt egy nagyobb térre, ahol megfelelő körülmények között tudnak közös összejöveteleket tartani. A házat az egyik tag vásárolta meg az egyesületnek, ezzel elindítva a folyamatot. Hát a svábok úgy vannak, hogy azért spórolnak, nem elköltik a pénzt, hanem úgy rakolgattuk félre, hogy hát ha egyszer sikerül, mivel hogy a házvásárlásra nem kellett, akkor innentől kezdve tudtuk, hogy el tudjuk kezdeni. Nagy fejtörést okozott a ház fenntartásának leendő költsége is, éppen ezért az egyesület önerőből és némi civil adományból napelemrendszert építtetett ki, ami jelentősen csökkenteni fogja a rezsiköltségeket. Ezt követően több pályázatot is benyújtottak a ház felújítási költségeinek megszerzésére. Két nyertes pályázatuk volt, így az állam támogatta őket egyszer 3,5 millió, majd 6,5 millió forinttal. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány számára fontos, hogy segítse a magyarországi nemzetiségeket abban, hogy ápolni tudják hagyományaikat. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak a története elképzelhetetlen a velünk együtt élő nemzetiségek nélkül, hiszen az elmúlt 1000-1100 évben gyakorlatilag ugyanazt a történelmet élhettük meg, vagy éltük végig. Együttesen. A ház teljes felújítása és korszerűsítése közel 26 millió forintba került. Egy fővel nőtt vasárnapról hétfőre az igazolt Tolna megyei koronavírusos betegek száma, így már 18-an voltak a hét első napján. Egy hét alatt egyébként 13-ról összesen 5 fővel emelkedett az aktív betegek száma Tolnában. A szomszédos megyékben vasárnap óta egyetlen új beteget sem regisztráltak. Felújítják Pakson a Liget utcát, a projektre 150 millió forintot költhet az önkormányzat. A beruházás részeként helyreállítják a járdát és új útburkolat is épül. Ezek mellett pedig a csapadékvíz elvezetést is megoldják a szakemberek. 150 millió forintos támogatást kapott Paksváros önkormányzata a Paksi Ipari Park Kft-től a Liget utcai projektre, melyből teljes körűen megújulhat az utca. Az erről szóló szerződés a kivitelezővel a napokban került aláírásra. Ez egy elég nagy forgalmú utca volt eddig is az iskola miatt, ugye a parkolási nehézségeket is okozott, amik főleg a reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, amikor a gyermekeket hozták és vitték a szülők. Ebből következően forgalom technikai munkákra is sor kerül. A közelben lévő Deák Ferenc általános iskolába érkezőket is érinti az útfelújítás. Az iskola kezdésig a járda térkövezését szeretnék befejezni az intézmény oldalán. Az út teljes körű felújítása tartalmazza a járda és az új útburkolat mellett a csapadék vízelvezetési munkálatokat. Teljesen új pályaszerkezetet kap az utca. Az egész útburkolat alatt egy ivóvízgerinc kerül felújításra, tehát ki lesz cserélve a régi elavult ivóvízcső, és egy újat fogunk behelyezni. Ebből kifolyólag a projekt 120 napos időtartama alatt a gépjárműforgalomtól elzárják az egész útszakaszt. A gyalogos közlekedés a kivitelezés alatt mindvégig biztosítva lesz.
5 milliárd forinttal bővíti a kormány a közmunkaprogram keretét, így akarják elérni, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében annyi munkahelyet hozzanak létre, amennyi megszűnt a koronavírus járvány következtében. A kormány rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli, a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosít. A járvány előtt a kormány a közmunkaprogram fokozatos leépítését tervezte, és a 2019-es 180 milliárdról 2020-ra 140 milliárdra vágta vissza a Start munkaprogramra szánt pénzt. Ingyenes wifi pontokat alakítanak ki Tolnán, a város pályázati úton nyert 15 ezer eurót a projektre, ami lehetővé teszi, hogy a település 10 különböző pontján ingyenes vezeték nélküli internet elérési pontokat hozzon létre a helyi önkormányzat. Ez az egyik terület, ahol a jövőben ingyenes wifi pontot alakít ki az önkormányzat Tolnán. Erről döntött a Tolna Városi Rendkívüli Testületi Ülés július 28-án. A Peszhoffer Ágnes polgármester szerint ez egy olyan lehetőség, ami nem csak a tolnai embereket, de a Tolnára látogatókat is érinti. Néhány helyszínt korábban már kiválasztottunk, Tolnaváros önkormányzata pályázatot nyújtott be, és nyert 15 ezer eurót arra, hogy ezt a wifi hálózatot létrehozza. A polgármester elmondása szerint már korábban javaslatot tettek a helyszínekre, olyan területeken jelölték ki a leendő wifi pontokat, ahol sok ember fordul meg. 10 ilyen helyszín lesz a városban, többek között a Hősök tere, a Lovarda, a Magház, vagy a vízi színpad környéke is ezen területek közé tartozik. Megindítjuk az eljárást. Ugye van egy keretösszegünk, tudjuk azt, hogy milyen helyszíneken, milyen végpontokon szeretnénk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani, és a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntött rögtön arról, hogy ki az a három szervezet, akit meghív erre a pályázatra. Az üzemeltetési költség az önkormányzatot terheli majd. A Peszhoffer Ágnes elmondta, a cél az, hogy egy magas színvonalú szolgáltatást lehetőség szerint minél olcsóbban tudjon a város megvásárolni. Már több mint 100 000 új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség. A kormány által a koronavírus járvány miatt létrehozott gazdaságvédelmi akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik augusztus 31-ig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatják diplomájukat. A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára, a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, a mesterképzésekre, az osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik a finanszírozási formától függetlenül. A lehetőséggel azok is érhetnek, akiknek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tenniük a diplomaszerzéshez. Az intézkedésnek köszönhetően mostanáig több mint 100 000 diplomát állítottak ki, 81 000-et már át is vettek az érintettek. Már 7 embert fogtak el abból a kábítószerkereskedő bandából, aminek a tagjaira először július 20-án csaptak le a Tolna megyei rendőrök székesfehérvári és budapesti kollégáikkal együtt. Akkor 6 férfit fogtak el, köztük a hálózat irányításával gyanúsított tolnai dílert is. Most a 7. gyanúsított is rendőrkézre került, őt Budapesten kapták el. Rendőrségi videón, ahogy Tolnán elfogják a kábítószer terjesztéssel gyanúsított banda fejét, az összehangolt akcióban 11 helyszínen közel 100 rendőr vett részt még július 20-án. A házkutatások során rengeteg drogot foglaltak le, és zár alá vettek 5 ingatlant, autókat és más vagyontárgyakat, valamint egy üzletrészt és készpénzt is. Akkor 6 férfi gyanúsítottak meg bűnszervezetben elkövetett drogkereskedelemmel, közülük 5 főt le is tartóztattak. A banda 7. tagját, egy 36 éves szekszárdi férfit pedig a napokban Budapesten fogták el. A férfival szemben a kábítószerben kereskedő banda elfogását követően rendeltek el körözést, aki ezt megelőzően külföldre távozott. A 36 éves szekszárdi férfi elfogását követően bűnszervezetben jelentős értékre elkövetett kábítószerkereskedelem büntet miatt került kihallgatásra. A drogkereskedő banda tagjai között van, aki akár életfogytiglanig tartó börtönbüntetést is kaphat.
Egyre többen vesznek kis településeken lakóházat, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Az elemzés szerint a tendenciában jelentős szerepe van a falusi csok népszerűségének. Eddig mintegy 10 000 család igényelte a támogatást. A KSH adatai szerint 2019-ben a főváros részesedése a lakócélú ingatlanok eladását tekintve alig érte el a 20%-ot. A fővárosihoz hasonlóan alakult a megyeszékhelyek súlya, míg a kisebb települések aránya magasabbra 60%-ra nőtt. Ingyen fásíthatnak a dombovári járáshoz tartozó Csikós-Töttösön, Atalán és Várongon. A falvak önkormányzata ugyanis 6 másik tolnamegyei településsel együtt nyert az Agrárminisztérium településfásítási nevű pályázatán. Ennek részeként a közterületek, valamint az óvoda és iskolaudvaruk, oktatás és önkormányzati intézmények területének fásítása valósulhat meg állami forrásból. A program során összesen országosan 500 millió forint áll rendelkezésre, a pályázaton pedig a 10 000 fő alatti lakosság számú települések vehetnek részt. A települések tulajdonképpen a belterületeiken tudják ezeket a megnyert fákat elültetni. Országosan összesen 12 000 darab fát osztottak ki ingyenesen a településeknek. A lényeg az az volt, hogy 10 000 fő alatti település pályázhatott, és a települések valamilyen közösségi rendezvény keretén belül az idei év őszén vagy a jövő év tavaszán fogják ezeket a fákat, elnyert fákat kiültetni. Gyerekeknek tartottak napközis horgásztábort Őcsényben. A tábor a Magyar Országos Horgászszövetség utánpótlás nevelési programja adott lehetőséget. A szervezők célja az volt, hogy megszerettessék a fiatalokkal a természetközeli horgászatot. A 230 főt számláló Őcsényi Horgászegyesület a helyi reptér melletti tavat 6 éve használhatja. Ez idő alatt vízügyi engedélyt kapott, gépesítették és a kotrást is elvégezték. Évek óta terveztek egy gyermekfoglalkoztató tábort. Meghirdettük, miután láttuk, hogy nyertünk a pályázaton, 15 ifi horgász jelentkezett erre. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, mert ilyen még nem volt a faluba. Szerettek volna egy bentlakásos tábort szervezni, de a pandémiás időszak és annak következményei ezt nem tették lehetővé. Tehát a szülő reggel a 8 óra körül hozza a gyermeket, és 5-6 óra között, amikor tudja, tehát a munkája engedi, akkor viszi. Tehát nem hagyunk itt senkit, ha kell, 8 óráig is itt vagyunk. A programok úgy állnak föl, hogy reggel megérkeznek, akkor kapnak egy reggelit, és akkor egy kis eligazítás, hogy mit is fogunk ma csinálni. Tennivaló pedig akad bőven a tábor alatt. Különböző horgászati módszerek, tiltott eszközök és a versenyszabályok megismertetésével telt a hét a gyermekek számára. Regionális híreink következnek Baranyai Somogy megyékből. Elektromos buszflotta egyelőre 10 járművel Pécsen. Megérkeztek az 1,7 milliárdért vásárolt közlekedési eszközök. A koronavírus elleni védekezésben nyújt segítséget, csúcskategóriás CT-géppel gazdagodott a Pécsi Klinika. Ingyenes strandok több milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre. Átadták azt a 10 alacsony padlós, tisztán elektromos meghajtású buszt Pécsen péntek délelőtt, melyeket uniós pályázaton nyert pénzből vásárolt meg az önkormányzat. A környezetbarát járművek beszerzését az előző városvezetés indította el. A jelenlegi pécsi polgármester pedig azt mondta, folytatják az elektromos buszok beszerzését. A járművek egy kínai cég termékei, melyeket Komáromban szereltek össze. A gyártótársaság már 50 000 darabot adott el abból a típusból a világ különböző országaiba, melyekből most 10 Pécsen áll forgalomba. Ezek az elektromos buszok érkeztek Pécsre, összesen 10 darab járművet adtak át a város főterén pénteken. A kormány célja, hogy környezetbarátabbá tegye a nagyvárosok közösségi közlekedését, mondta az átadón a Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. 2022-től csak elektromos buszokat lehet üzembe helyezni a 25 000-et meghaladó lélekszámú városokban. Így azt tudjuk elérni, hogy 10 éven belül minden második busz környezetbarát lesz ezekben a településekben. Összesen mintegy 36 milliárd forintot fordítunk csak erre a célra a következő évtizedben.
Az előző városvezetés már 2013-ban elkezdte tervezni az elektromos buszok beszerzését. Ez ért be most, mondta a volt polgármester. Az elektromos buszoknak a beszerzése egy szükségszerűség. Nem egy óhaj, nem egy vágy, hanem egy kötelező feladat, amire fel kell készülnünk. Az új városvezetés szeretné tovább vinni a dízelbuszok kiváltását elektromos meghajtásúakkal, hogy javuljon Pécs levegő minősége. Határozott törekvésünk, hogy ebbe az irányba lépjünk tovább, e 10 busz bázisán. Szeretnénk további konkrét lépéseket is tenni a közösségi közlekedés modernizálásában, amennyiben ebben partnerekre találunk. A beszédek után kipróbálhatták az új, teljesen elektromos buszokat a beszerzésben résztvevők, valamint a sajtóképviselői. A rövid utazás után a gyártó cég képviselője mondta el, mire képesek ezek a buszok. Garantált hatótáv az 300 km, két darab úgynevezett Wilhab motor, ami kerékagymotort jelent, két darab 125 kW-os kerékagymotor hajtja. Igazából a töltése az nulláról, ami igazából 20%, tehát ezeket az akkumulátort nem szabad teljesen kimeríteni. Nulláról, vagyis 20%-ról 100%-ra 3,5-4 óra alatt tudjuk feltölteni a Pécs városában rendelkezésre tartott töltőkkel. Fékezéskor visszatölt a busz, így csökkentve az akkumulátorok fogyasztását. A 10 jármű 1,7 milliárd forintba került, amit teljes egészében pályázati forrásból fedezett a pécsi önkormányzat. Bővült a Pécsi Klinikai Központ eszközparkja. Az egészségügyi intézmény egy ultramodern CT készülékkel gazdagodott. A berendezés a koronavírus elleni védekezés segíti, de más fekvő és járó beteg ellátásban is hasznos lehet. Különlegessége, hogy már a laboratóriumi teszteket megelőzve ki tudja mutatni a koronavírusra jellemző tüdőelváltozásokat. Csúcskategóriás CT készülékkel bővült a Pécsi Klinikai Központ eszközparkja. A járványügyi védekezési alapból mintegy 133 millió forintért vásárolt berendezés a laboratóriumi teszteket megelőzve ki tudja mutatni a koronavírusra jellemző tüdőelváltozást. Emellett a betegség állapotának nyomon követésében is nagy segítséget nyújt. A gép különlegessége, hogy olyan kérdésekre is választ adhat, amire más képalkotó diagnosztikai módszerek nem képesek. Természetesen más betegségek kimutatásában is fontos szerepet játszik, hangzott el az átadó ünnepségen. Így például a daganatos megbetegedések korai felismerésekor, valamint a fekvő és járóbeteg ellátásban is hasznos. Terveink széles labokon nyugszanak. A klinikai központnak van egy olyan fontos fejlesztési koncepciója, amit egyetemünk már a döntéshozók elé küldött több hónappal ezelőtt, ami többek között ezt a területet is, ezt a telephelyet is, és most gondolok itt a Rákóczi Rét utcai telephelyünkre organizálja, és az itt levő klinikáinkat modernizálja, illetve újabb klinikákat hoz erre a telephelyre be. Az eseményen kiderült, hogy a klinikán ezelőtt egy 13 éves CT készülékkel dolgoztak a szakemberek. Kiemelték, ez nem csere, hanem bővítés, így mostantól 3 ilyen képalkotó diagnosztikai berendezés áll rendelkezésre a kórházban. A közeljövőben további eszközök beszerzése szerepel a tervek között. A szakemberek emlékeztettek, hogy az egészségügyi ellátórendszernek fel kell készülni a koronavírus esetleges második hullámára, amihez nélkülözhetetlen a modern technika. Hamis látszatot kelt az ellenzék, amikor arról beszél, hogy eltűntek a szabadstrandok a Balatonon. Erről beszéltek vasárnap a Balaton-Boglári Platánstrandon kormányzati politikusok. Mészáros Miklós a város polgármestere kiemelte, valamennyi strandjuk ingyenes, és nem is tervezik fizetősé tenni egyiket sem. Hogy az új tőkés burzsuázia, fideszes oligarchák lényegében elkezdték felvásárolni és lenyúlni az egész Balatonpartot. Néhány hete Mentsük meg a Balaton címmel aláírásgyűjtő kampányt indított az MSZP. A szocialisták szerint ugyanis egyre jobban beépül a part, emiatt pedig kevés a szabadstrand. Nekünk tetszik. Tetszik, főleg a futópálya. Ez már a déli part egyik legnagyobb szabadstrandja, a Balaton-Boglári Platánstrand, ahol az elmúlt években több mint 1 milliárd forintos fejlesztés történt. Az itt nyaralók elégedettek a szolgáltatásokkal, legtöbbjük szerint pedig jócskán lehet ingyenes fürdőhelyet találni a Balaton déli partján. Itt kőben végig lehet menni, gyerekek tudnak homokozni, van egy füves terület, le van vágva a fű, tehát van egy, ott van az a játszótér, kajádák, van parkoló, tehát nem tudom, hogy hova, tehát mit szeretnénk még.
és ez egy Bogláron ez egy óriási szabadstrand. És ugye a déli part meg ugye erről híres. A térség kormánypárti politikusai vasárnap közös sajtótájékoztatón cáfolták az ellenzéki állításokat. Itt Balatonbogláron 6 strand is van, a 9 hektáros csodálatos platánstrandon vagyunk. Mind a 6 strand ingyenes, tehát azt gondolom, hogy bátran mondhatom mindenkinek Magyarországon, hogy jöjjenek Balatonboglára és az ingyenes strandokat élvezzék. Az elmúlt években folyamatosan újultak meg a fizetős és a szabad strandok a Balaton körül. A beruházások pedig a jövőben is tovább folytatódnak, emlékeztettek a kormánypárti politikusok. A Magyar Turisztikai Ügynökség a minap hirdetett egy pályázatot, amely már a negyedik hulláma lesz a strandfelújításnak, hogy ezek a balatoni fürdőhelyek, ezek még komfortosabbak, még modernebbek, még kulturáltabbak legyenek. Tehát szerintem a Balaton kapcsán fölösleges hisztériázni. A Somogy megyei és a Baranya megyei közgyűlés elnöke vasárnap közösen járták végig a déli part egy szakaszát, hogy feltérképezzék az ingyenes strandolási lehetőségeket. A balliberális ellenzék elsősorban a szocialistákkal az élen számos híradásban arról tájékoztatták az ország közvéleményét, és azt a hamis látszatot keltették, mintha eltűntek volna a Balatonról, innen a déli parttól a szabadstrandok. Ma meggyőződhettünk erről, arról, hogy ez nem más, mint egy újabb baloldali hazugság. A sajtótájékoztató résztvevői arra búzították a magyarokat, hogy ha tehetik, még a nyáron látogassanak el a magyar tengerhez. Hogy ne higgyenek az ellenzéknek, legyenek kételkedőek velünk is, jöjjenek ide személyesen, és saját szemükkel győződjenek meg arról, hogy micsoda változásokon, micsoda fejlődéseken ment keresztül a Balaton déli partja. Csak a Balaton déli partján több mint 30 olyan szabadstrand található, ahol ingyenesen lehet fürdeni, ugyanakkor egyes parti szolgáltatások is megtalálhatók. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Új közösségi ház Gyönkön 10 millió forintos állami támogatás segítette a beruházást. Utcafelújítás, 150 millió forintos projekt kezdődik el Pakson. 15 ezer euró támogatást Tolnának, a pénzből ingyenes wifi pontokat alakítanak ki. Újabb bandatagot fogtak el, kábítószerkereskedő hálózatot számoltak fel a rendőrök. Kedden változóan felhős, napos lesz az ég, gyenge légmozgás, meleg idő lesz jellemző. Délután növekszik a felhőzet, majd a délután második felétől egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok a térségben. Heves felhőszakadással, szélviharral kísért gócok előfordulásának is megvan a veszélye. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!